A Winnetou indián főnök történetét megelevenítő zenés játék november 9-én szerdán kerül először a közönség elé, és már a bemutató napján kezdetét veszi a gyerekeknek és iskoláknak meghirdetett rajzpályázat, amelynek témája: hogyan tartották a kapcsolatot egymással és más törzsekkel az indiánok. A december 4-i előadáson pedig az Invitel vendégül látja az SOS gyermekfalu lakóit és a Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesületének leginkább rászoruló családjait. Így mintegy 200 gyermek és szülő részesülhet ingyen az izgalmasnak ígérkező élményben. Két síkon mozog a szöveg, az egyik, amit még biztos, hogy a gyerek talap konfliktusokat fogni fog, és van egy-két ilyen üzengetős a felnőtteknek, hogy jól érezzék magukat. Winnetout Gangsta Zoli alakítja majd, aki gyerekként maga is sokat izgult együtt a préri hőseivel. Indián, meg a ilyen cowboy történetek szerintem minden kisfiúnak a világába beleférnek, és mindenkit érdekelnek. Én is a Winnetou, hosszú puska, bőrharisnya, ezek mind megvoltak a gyerekkoromban. Könyveket is elolvastam, meg láttam filmeket is. Aztán rájöttem, hogy nem ezek az NDK indián filmek a jók, mert azok egy kicsit ilyen túl sterilek, hanem utána rátaláltam az igazi, ami ebben a műfajban legjobb, az olasz western filmek, ahol mindenki koszos, az király. A színház és az Invitel közötti megállapodásban ez még csak a kezdet, további hasonló kezdeményezésekre lehet számítani.